Köszöntöm nézőnket, beszélgető társam Major János tanár úr, akit most a B-janáról beszélgetünk, hiszen itt a nyár. Ilyenkor azért szoktuk tudni, hogy táborba mennek és újabb táncokat tanulnak, hogyha van rá lehetőség. Így volt ez most is. Nagy szeretettel köszöntöm én is a Karcagi Televízió nézőit. 3 év után újra sikerült valóban kijutnunk a tánccsoporttal Bulgáriába, nyári táborba. Ezúttal egy olyan kisvárost választottunk a tábor helyéül, amiről már a karcagi lelkes billionás közönség már hallhatott, ugyanis a 2 évvel ezelőtti, illetve 3 évvel ezelőtti Biljana gálán már vendégszerepelt Ivajlovgrád városának a tánccsoportja. Úgyhogy a kapcsolatokat építgettük már akkor is, és most tudtuk gyakorlatilag realizálni azt a tervet, amely segítségével egy kis csoporttal kimentünk Ivajlovgrádba, és egy tánctábor keretén belül táncokat tanultunk, illetve nagyon sokat kirándultunk a környéken, a város környékén. Ebben a tánccsoportban az a szép vagy jó, hogy akik elmennek innen főiskolán, egyetemre, azok is vissza-vissza járnak, sőt a pedagógusok is lelkesen ott vannak minden alkalommal. Hogyan lehet az utánpótlást betanítani? Esetleg a táborban voltak-e olyanok, akik most tanultak először a táncot? Én úgy gondolom, az itt elhangzottak közül ez hatványozottan igaz volt az idei csoportra, ugyanis valóban voltak olyanok, akik már öreg diákok a Karcagi Református Gimnáziumból, voltak kollégák is, és voltak abszolút kezdő táncosok. Ők gyakorlatilag olyan céllal jöttek ki, hogy kijönnek velünk, és mint turisták, nézelődők majd ellesznek valahogy a városba, meg bekapcsolódnak a programokba. De én kértem őket, hogyha van rá mód és lehetőség, akkor próbálják ki ezeket a táncokat. Kipróbáltak, és gyakorlatilag nem is mulasztottak el egyetlen egy próbát sem. Úgyhogy elméletileg a feljövő 9. évfolyamban kell gondolkodni utánpótlásban. Szerencsére van érdeklődő minden évben, hol kisebb, hol nagyobb létszámmal, de én úgy gondolom, hogy az utánpótlás ilyen szempontból megoldott. A tábor biztos, hogy egy nagy közös tánccal zárult, hiszen a kinti koreográfus hölgyet azért láttuk már, hogy mit tud a saját csapatából kihozni. Volt esetleg egy olyan közös tánc, vagy olyan koreográfia, amit közösen készítettek, és esetleg a karcagiak is láthatnak majd hamarosan? Igen, volt, tehát ilyen céllal mentünk ki. Alapvetően 3 koreográfussal, 3 tánctanárral dolgoztunk. Közülük mind a 3-an jártak már itt Karcagon. Akit leginkább ismerhetnek a karcagiak, ő már nyilatkozott a Karcagi Televíziónak, ő Darina Gajdarova tanárnő, illetve tánctanár, illetve 2 társával, Svetla Kumerova, illetve Kasimira Georgieva tánctanárokkal. Nagyon sok segítséget kaptunk tőlük, és alapvetően 2 nagyobb koreográfiát sikerült elsajátítani. Az egyik egy dunamenti bolgártáncoknak az ötvözete, amiből egy színpadi produkciót sikerült összeállítanunk. És a kérdés második része, hogy Karcagon mikor láthatjuk? Hát én úgy gondolom, hogy Karcagon legközelebb vagy a novemberi hónapban, vagy pedig decemberben. Az idén nem tervezünk nagyobb szabású gálát, de tervezzük természetesen ugyanúgy a Magyar Bolgár Gálának a megszervezését, de nem akkora dimenzióban, mint ahogy eddig ezt láthattuk. Mindig vágytam arra, hogy egy kicsit családiasabb légkörbe próbáljuk meg bemutatni azt, amit a gyerekek tudnak, amiket ez alatt a 10 év alatt már megtanultunk, színpadi koreográfiákat. Úgyhogy tehát novemberben vagy decemberben láthatják a karcagiak, de már kisebb keretek között. Aztán majd megpróbálunk nagyobb lendületet adni az újabb bemutatásoknak. Akkor ez még nagyon sok mindent sejtett, amit úgy látom, hogy én nem nagyon szeretne elárulni nézőinknek, de akkor a háttérmunkálatok zajlanak. Tanévkezdés kapcsán azért csak beszéljünk egy picit arról, hogy a csoport tagjai azért ott kikapcsolódtak, feltöltöttek, de hát kezdődik az iskola. Így van, valóban a táncok mellett nagyon sok lehetőség jutott a kirándulásra, a kikapcsolódásra, illetve ami nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen ez a tábor egyben egy küldetés is volt a részünkről. Úgyrészt, mint kísérő tanár, úgyrészt, mint szervező pedagógus, táborszervező pedagógus, 2 kolléganőmmel együtt, Csipos Ferencné, illetve Pornéta Sildikó kolléganőkkel együtt kísértük a gyerekeket.
És hát egy fontos momentum ennek a tábornak, hogy az ivajlógrádi Hristo Botev általános iskolát és gimnáziumot felkerestük, ahol az igazgatónő Alexandra Horozova igazgatóasszony fogadta a csoport összes tagját egy kis megvendégelése, és átadtuk a gimnázium, a Karcagi Nagykó Református Gimnázium fenntartójának az üdvözlő levelét gyakorlatilag, amelyet Konsz Tibor elnök lelkész úr és Szentesi Lajos főgondnok úr fogalmaztak meg. Hát tulajdonképpen egy olyan üdvözlő levél, egy olyan köszöntő levél pontosabban, amely a jövőben lehetőséget teremtene a Karcagi Nagykó Református Gimnázium, illetve az ottani ivajlóvgrádi középiskola közötti együttműködése. Úgyhogy mi ünnepélyes keretek között átadtuk ezt a üdvözlő levelet, úgyhogy várjuk a kintieknek a válaszát, hogy mennyire szeretnének velünk együttműködni. Én úgy gondolom, hogy a feltételek adottak, úgy gondolom, hogy a mi gimnáziumunknak a fenntartója az abszolút mértékben támogatja ezt az együttműködést, nem véletlenül az ő kezdeményezésekből történt ennek a levélnek a megfogalmazása, illetve az átadása. Ezen kívül, amit mondtam, nagyon sok szabadidő, tehát egy olyan festői környezetben található maga a város, ami egy nagyon pici város, és sajnos Bulgáriának olyan területén, ami a világtól, a civilizációtól egy picit úgy rejtve, egy 3000-3500 fős település. Talán az utóbbi években ennek a városnak nagyobb lendületet az adott, hogy közvetlenül a görög határon található, tehát Ivajlovgrád és Kiprinos között 2 éve megnyílt a határátkelő. Egy kicsit ugye felpesdült az élet, sok görög is jár egyébként, tehát egyéb kereskedői tevékenység, piacra, kulturális programokra. És hogy mi mindent csináltunk, én úgy gondolom, hogyha most néhány gyerkőc eljött volna ide, akkor vég nélkül be tudott volna számolni ezekről a szabadidős programokról. A táncokon kívül lehetőség nyílt a kirándulásokra. Itt ez alatt értem, hogy a környékben, amit lehetett, azt mindent megnéztünk. Eleve egy természetvédelmi terület közelségében fekszik a város, a Dubka nevezetű természetvédelmi terület, ahol karszt barlangok, illetve festői táj, nagyon szép táj található. Volt alkalmunk Ivajlovgrádtól még déli irányba kirándulni, körülbelül egy 30 kilométerre lévő Bialareka nevezetű folyóhoz, amely klasszikus felső szakasz jellegű, bevágódó szakasz jellegű folyó a hegyek között, ahol a gyerekek gyakorlatilag kipróbálhatták, hogy milyen is lehet ilyen folyóba fürdőzni, szikláról ugrálni. És a kulturális programok mellett pedig talán a legszebb élmény azon kívül, hogy meglátogattuk a város helytörténeti múzeumát, néprajzi múzeumát. Volt lehetőségünk egy klasszikus bolgár faluba kilátogatni, ahol vártak bennünket eredeti, autentikus környezetbe népviseletbe öltözött asszonyok, akik szövésfonást tanítottak a gyerekeknek, megvendégeltek bennünket különféle bolgár ételekkel, nagyon sokfajta étellel, házi jellegű ételekkel, házi túrót, házi vajat, házi sajtokat készítettek, és egy kicsit meséltek az ottani életről. Azon kívül volt lehetőség bekapcsolódni, éppen ugye a szezonja van a dohány levél fűzésnek, a dohány levél aratásnak, ott a gyerekek bekapcsolódtak a helyieknek a munkájába. És talán még annyi a szépség ennek a bulgári tábornak, hogy nem csak Bulgáriában voltunk, hanem mivel mondtam, hogy a görög határ 6 kilométerre van, és a görög tengerpart Ivajlovgrádhoz közelebb esik, mint a saját bolgár tengerpartjuk, úgyhogy egy teljes napot a görög tengerparton Alexandropoluba töltöttünk, ahol hát fürdőztünk, illetve a városnak a nevezetességeit néztük meg. Hát azt hiszem, hogy ilyen program mellett azért el lehetett viselni azt az 1-2 órás napi táncpróbát. Hát én úgy gondolom, hogy igen. Többek között, amikor beszéltük azt, hogy sok olyan tanuló jött ki, aki most ismerkedett először a táncokkal, akkor úgy gondoltam, hogy ne olyan legyen ez a tánctábor, mint az eddigi évek tánctáborai. Ugye voltunk már 3-szor Szófiába, 2-szer Várnába, amikor gyakorlatilag reggeltől estig csak táncoltunk, és este kerestük a kikapcsolódás és a kulturális lehetőségeket. Most úgy gondolom, hogy
hogy megtaláltuk az arany középutat, mindenkinek akár táncos, akár nem táncos, akár kezdőtáncos olyan lehetőségeket nyújtottunk és biztosítottunk, amelyről azt gondolom, hogy maradandó élményekkel tértek haza, és azért láttam mindenki arcán, hogy nagyon jól érezték magukat, nagyon szívesen visszatérnének Iván-Lovgrádba. Szerintem az elmondottak alapján nézőink közül is szívesen elmennének sokan. Én azt kívánom, hogy abból a élményekből akkor töltek ezenek az év során, és hát akkor várjuk a beharangozott gálát. Köszönöm szépen. Én remélem, hogy a gála megrendezésre kerül, és én itt szeretném megköszönni azoknak a diákoknak, azoknak a kollégáknak, akik eljöttek velem Iván-Lovgrádba. Köszönöm szépen a részvételüket, a nagyon szimpatikus hozzáállásukat a bolgár kultúrának a befogadásához, és nem utolsó sorban pedig a szülők támogatását, illetve a fenntartó, a karcagi nagykorreformátus egyházközségnek a támogatását. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!